A videót a notebook.hu támogatta. Na hát szavaztok, srácok, sok szeretettel üdvözlünk mindenkit. Itt vagyunk Istvánnal a Forza Horizon 4-ben. Szevasz, István! Sziasztok! Kis ASMR ma az István. Szóval ez most egy kicsit új sorozat, meg ilyesmi. Azt találtuk ki, hogy valamiféle mutasd a verdád, vagy nem is tudom, hogy mit kap ez. Ugyanis az lesz a lényege, hogy mint a forgalmi bedobósban is versenyeket fogunk menni, viszont mindenek előtt megbeszélünk egy autótípust, mit tudom én, szedán, hatchback, tök mindegy, kupé lehet, bármi, megbeszélünk egy osztályt, és akkor választhatunk szabadon mindkettőnk, és akkor azt fogjátok látni, hogy feltuningoljuk, és akkor nyilvánvalóan István videójában majd az övét látjátok, nálam meg az enyémet, és akkor utána összecsapunk, és nem mondjuk el addig egymásnak, hogy milyen autót választottunk. Igen. Úgyhogy csak állat lesz. Ja, egy kicsit még össze-vissza hangzik ez az egész, nyilván nem tudom most elmagyarázni nektek, de meg fogjátok látni. Csapjunk nem neki. Nem bonyolult, srácok. A lényeg az, hogy amíg ugye a felkészítés az autónak tart nálunk, addig nem tudja a másik, hogy milyen autó van, és akkor szépen gyakorlatilag, ahol kihozunk a garázsba, akkor döbbenünk rá, hogy úristen, te ezzel jöttél, milyen jó ötlet volt, vagy éppen nem volt, meglátjuk, kíváncsi leszek. Igen, srácok, úgyhogy mivel egy új sorozat, majd azt a videó végén jelezzétek felénk komment formájában, vagy like formájában, hogy tetszik-e ez így. Na nyomjuk. Jó, mi legyen az autótípus? Nem is tudom, hogy mi kéne. Szerintem nézzünk akkor először egy hatchbacket, úgyis mindketten szeretjük. Te megmondd az osztályt. Jó, legyen egy hatchback, és legyen az osztály S1. S1. Oké. Okay. Yes. Akkor yes, menjünk. Yes. Én már tudom is, nézzétek meg. Nos, tehát srácok, akkor elérkezett az a pillanat, hogy először is megnézzük az autóinkat. Hatchback ügyileg hogy állunk autókból. Szerintem venni kell mindenképpen. Itt van ez a Civic. Hát nem tudom. Inkább vegyünk, hát azért annak van ott értelme jobban. Ó, ott volt az a Merci is. Hogy veszünk egy új autót, ami még nincs meg. Úgyhogy... Abart, ez is jó lenne amúgy. Ú, de adnám. Első kerék meghajtású ez az autó. Mik vannak még, srácok? Ez inkább kupé, ugye? Jól mondom, adatok. Szerintem az kupé. Ja, hát persze, vagy szedán, de inkább kupé nyilván. Oké. Most tök izgulok, ilyen még nem volt, amit most csinálunk. Audi S1. Azért szeretnék egy picike autót, mert azzal lehet jól izélni. Lehet jól menni össze-vissza. Egy kis fürge autót. Hát nem is tudom. Audi S1 eddig, ami így... Az a baj, nem ismerem így a játékban, tehát hogy így... Hogy fog menni, azt én nem tudom. De legyen akkor az Audi S1 elsőre. Tök mindegy, hogy kikapunk vagy nem. A fán a lényeg. Oké, színben... egyelőre... Vagy ne, válasszuk ki a végleges, srácok. Legyen valami... vagány színe. Hát ez nem igazán... ez jól néz ki, jó legyen ez, meg is vesszük, és akkor kezdjünk bele a tuningolásba, ugyanis azt is kell, azt mondtátok az előző részben a BMW M5-ös videóban, hogy gumit azt mindenképpen állítsunk rajta, mármint hogy tegyünk fel új gumikat, úgyhogy ez is meg fog történni, egyedi fejlesztés, vagy új tuningok keresése. Hát, mivel versenyre megyünk, ezért nem azt kéne nézni, amit én tudok összehozni, hanem megnézni azt, amiket már itt csináltak, mert azok biztos, hogy faszák. Vagyis hát kipróbáljuk, mert fogalmam sincs. Oké, azt mondja, hogy ez 1063 kiló, és ez meg 1045 kg lesz. Eddig a 45-ös súlycsökkentés céljából az nem rossz. 1085 kiló. Kilowattban mennyi volt ez a kettő? 498 mindkettő. Annyi, hogy ennek a fékezése kicsit jobb, és AVD, úgyhogy összkerékhajtás, ami szerintem jót tud tenni ennek az autónak. Oké, az lehet, hogy, látjátok, ez lehet, hogy izébb, picit nehezebb, viszont a sebessége is jobb, illetve az irányítása is valamivel jobb. Úgyhogy én ezt választom ki.
letöltés és telepítés, és akkor még megnézzük a külsejét, hogy azzal tudunk-e valamit mókulni. Srácok, ezt szeretném mondani tényleg. Ha szeretnétek az Anfield Shopból vásárolni, akkor az iskolai kiegészítőkből 10% kedvezményt tudtok kapni. Itt van a leírásban a link. Augusztus 25-ig él ez a kedvezmény. Csak mondom, mert most jutott eszembe. Oké, design. Nézzük akkor a dizájnt. Oké. Jaj, nem. Ak, nem így akarjuk. Úristen, hogy néz ki ez a felni rajta. Ez a felni nagyon nem tetszik. Hát mindegy. Most ez marad. Ó, basszus, nem tetszik az a felni. Tényleg nem tetszik. Szerintem nem túl jó. Ugye? Hát ezzel a színnel egyáltalán nem jó. Ennek kéne valami különleges szín, azzal talán néz ki valahogy, de... De ennyi. Adjunk be egy ilyet, vagy ez nem jó? Ha? Nem tudom. Jó, legyen ez. Ez most eléggé izé. Ilyet még nem csináltunk. Ennyire más autót. Hát ezt tudnánk színezni feketére. Hát csak az is hogy néz neki, nem? Mondjuk legalább nem látszana. Ugye? Patrik bácsi nem túl hülye. És akkor... És mi van? Félj csak ezt vissza ilyenre, és akkor... Nem ezt. Ezt meg full feketére, szevasztok. Matt fekete, vagy karbon? Hát, ez a felni, te, én komolyan mondom. Elnézést kérek attól, akinek ez tetszik, de szerintem ocsmány. Jó. Az is legyen fekete. Jó van. Szerintem jó ez így, srácok. Első résznek, aztán lehet, hogy hülyeséget csinálok, de szerintem így első résznek jó lesz ez így. Na, haló? Na, haló? Mi az autód? Menjünk ki, nézzük meg egymásét mondjuk. Én már kint vagyok. Én egy igazi kultikus gépjárművet hoztam. Aha. És telőrében... Aha, egy Audi! Audi S1. Audi S1, így van. Ó, S1. Én egy Type-R-t hoztam, Patrick. Ó, na várjál, ránézek akkor. Pillanat már. Fogalmam sincsenám, hogy mozog ez. Az igazi pöcs autó, mármint bocsánat, egy csomóan annak igazi használják. Igazi hülye gyerek autó, így igen. Van, igazi, egyébként meg egy gyönyörű szép autó a mai napig, de... Nagyon szép, nagyon szép, ez a három geneketek nagyon szépek, egyik harmadik generációs Civicek. A sima is szerintem, nem csak a Type-R, de annyi lökhárító bodykit set van hozzá, hogy elképzelni tudod, tiszta Underground 2 feeling egy ilyet föl tuningolni. Aha, hát az a helyzet, hogy én kiválasztottam egy ilyen tuningot, és... Azt tettem rá, nem én okoskodtam vele, mert valószínűleg elcseszem, de lehet így is el van rontva, nem tudom, még nem is próbáltam. Úgyhogy ez van. De jól nézünk így. Jól nézünk így. És a te kocsid, az pillanat. Egy elég modernebb történet. Az egy 2015-ös S1-es Audi. Aha, 2015. Hajtás? Összkerék. És... Én is átraktam összkerékkel, jól van, okos vagy. És... Mondtam is itt nekik, hogy mondom, nem vagyom én azt első kerekesen, mert ismerem én a hajtádat. Igen, hát muszáj volt összkerékre, mert valószínűleg első kerékkel kicsit gyökérkedtem volna, mondjuk az így is meg lesz. De szerintem jó. A gyári motor van benne? Hát az a helyzet, hogy én rátettem egy tuningot, és sajnos ezt nem néztem. Úgyhogy ne haragudjál, de következőre majd nem így fogom csinálni. Én nem így... haragszom, tesó, neked kell tudni, hogy milyen autót hozol, tehát hogy nekem aztán édes mindegy. Na srácok, akkor három darab versenyen fogunk akkor gyakorlatilag egymás ellen menni. Én azt gondolom, ez egy marha jó kis matchup lesz. Írjátok meg most kommentben, hogy melyikőtök, szerintetek melyikünk fog nyerni ezen a párbajon. Én bízok a japán erőben, aztán persze majd meglátjuk. Na srácok! Indul a dolg, anything goes lett beállítva, tehát másfajta autók is lesznek, látjátok mehettem már kapásból egy ilyen high-end luxury car van. Mert nem tudtuk más megoldani, nem egy kategóriába kerül a két autó, ugye igazából itt nem az anélkül, hogy ki nyer, hanem hogy tehát anélkül, hogy a másik előtt végezzünk, az hozta el kettőnk között a párbajt.
Ugye az Inbull Side Bridge körverseny, körverseny szűk kanyarok, tehát elvileg jó lesz az autó, mindkettőnk autója ide. Hú, én is blokk meg! Én is! Let's go! Hú! Ó! Van egy rajta azért. Hűha! Azért egy Nissan GT-R itt van előttem. Persze. Lehet, hogy nem vagyok vele egy súlycsoportban. Ami az aerodinamikát illeti. Jó, az jó volt. Az autót. Aha, én el is dobtam, kész, ennyi voltam, jó? Hát, ez ilyen. Ha rosszul választasz autót. De egyébként szerintem ez nem azon múlik. Árohat életben, annyira rossz helyen van az az eredményjelző izé. Néhány kanyarban, ugye a csúcsponton van, és... A csúcsponton, hát... Hát nem merek vele menni, srácok, nem merem nyomni, mert az a váltunk. Vége van. Abszolút értem, miről beszélsz. Most például, akármi van. Aha. Meg kell utolérni őket, de... Itt is. Meglepő, ennyi, meglepő. Ennyi, és eldobódik, kész. Hiába adok finoman gázt, ez szörnyű az autó így, sajnos. Meglepő egyébként, pedig te mindig... Jó, most nyilván azért, mert hogy ilyen autó, de... Amúgy mindig úgy elpicsázol, olyan jó egyszer így nem. Igen, ez most abszolút a te versenyed lesz végig. Nem mert... biztos, ó, ne vegyél arra mérget, hát... Én is eldobhatom bármikor. Minden alkalommal az van, hogy... Nem tudok vele menni, egy értelmesen, srácok. Én kanyarodni alig tudok, az a helyzet. Nem bírok vele értelmesen, hogy egyszer nem lehet, srácok, tehát hogy... Nem lehet vele gyorsulni, nem lehet vele semmit. Nem tudom mi van, lehet, hogy a... Kérdez, mert kicsit finom hangol nyilván rajta a tuningba, de hát én ahhoz nem értek, az a baj egyáltalán. Hallottam azt a kormánymunkát. Igen, ez megy végig. Hát figyelj, halad itt, hogy tötyögök. Tehát egy hármasnál fejed nem merek menni. Aha. Konkrétan ez van az autóval, úgyhogy... Első kerekesen kellett volna hagyni ezt, egyértelműen. Hűha. Ez így, ahogy van, ez így, az elég rossz. Amúgy én sem megyek hármasnál nagyon feljebb. Ami az a pálya miatt is van egyébként alapból. Ja. Tehát ez sem nem, ezt nem lehet fizetni normális autót így, ebben az állapotban. Milyen váltón vagy amúgy, izén? A pilangó. Ja. Persze, azt kéne még itt H-váltóval. Ja, csak azért kérdeztem tőle, srácok, mert azt mondta, hogy lehet beállítja. Azért nem, de nem végül nem, mert nagyon hangos a váltás, aztán csak itt zavarolna. Na, be sem tudom fejezni, lehet a versenyt amúgy. Aha, srácok, ez teljesen vállalhatatlan így. Volt gond. Volt, persze. Na nem baj, egyelőre 1-0 neked. 1-0 nekem, de nem, hát azért nem. Nem adom fel, srácok. Nem is szabad, hát én sem szoktam ellened, pedig aztán mindig síralmas helyzetem van. Bár érzem, hogy abszolút semmi esélyem, de nem adom fel. Ne add fel. Na nézzük a következő versenyt. Így van. Itt vagyunk a Waterhead Sprintben. Ugye most sprint, tehát hogy nem körverseny, és hosszabb egyenesekkel operáló történet. De azért mégis trükkös. Én azt gondolom, itt is össze fogjuk dobálni. Azt gondolom, hogyha itt is alul maradok, ami nagy el is esély van rá, akkor utána megpróbálok a tuning beállításokba kicsikét variálni. Nem fejleszteni a kocsin, hanem finom hangolni. Jó, nyugodtan. Szerintem ez belefér így a szabályba. Persze. Mert valamit kezdeni kell vele, mert ez így... Azok a... Aha! Hűha! Igen. Hűha, itt azért szarháziak ezek az egyenesek. Igen. Mák úszik, srácok! Kész, ennyi, kész. Muszáj lesz valamit csinálni az autóval. Nagyobb leszorító erő, vagy valami, nem tudom, hogy olyan... Nem, de ahhoz meg már izét kéne. Jó, hagyjuk ezt. Egyszerűen ez vezethetetlen, srácok, ebben az állapotban ez a kocsi, sajnos. Abszolút vezethetetlen. Tehát finoman megyek, finoman próbálok anyar menni, és érzem, hogy dobját is. Már rég, most is, tehát rég meg kéne, és egyszer nézzétek meg, ha? Ez így katasztrófa, akkor csúnya, hogy van. Nem tudom, mit kéne máshogy csinálni rajta, nem lenne jó egy gyári tuning? Tessék? Egy gyári tuning szerinted az nem lenne, mármint úgy gyári, hogy aki azt, valaki azt, aki megcsinálta.
Hát nyilván neked azért olyan jó az autó, mert persze leszettél egy olyat, igen. Korrekt. Hát oké, csak próbálj meg te is egy olyat. Hát jó, de én nem szeretek ilyesmit leszedni. Miért? Hát mert nem én csinálom meg, most annak mi értelme van akkor az egésznek? Hát ezt nem beszéltük meg előre, hogy ilyet nem hát, lehet. Hát igen, igen, azt gondoltam, ez így alap. Na mindegy, azért mondom, hogy megpróbálkoztanám, hogy variálni a kocsim meg. Akkor miért nem mondtad a versenyek előtt? Hát mert nem gondoltam, hogy le fogsz szedni egy ilyet. Azért. Hát de nem, utána, mindegy, mint mondtam. Mindegy, most nem ez a lényeg, nem ez a lényeg, most én szartam el. Mondom, hogy valami miért fog majd variálni a kocsim, mert ez így, hát akkor végig sem megyek ezen a versenyen, úgyhogy... Nem is tudok beérni konkrétan. Ez úgy szar, ahogy van. Tényleg, ez katasztrófa az autó. Vezethetetlen teljes mértékben. Ja, be is értetek, aha! Kocs volt, szuperfutam a harmadik versenyünk. Hát kíváncsi vagyok, hogy mennyit számít egyébként. Szerintem a top speedben azért sokat vesztettünk. De majd meglátjuk. Kíváncsi leszek. Hosszú egyenesek vannak, kanyarokkal. Ezek pont azok, amit elhaigáltam folyton eddig. Na nézzük. Aha. Újha. A rajta az mindig jó egyébként, az eddig is jó. Azt. Na. Aha. Ért volna egy kettest, azért szigorúan. Lögdösödnek ám, látom, kapod az ívet. Jaja. Még bennem van az, hogy eldobom mindig, de nem. Mert már jó a kocsi, de még mindig félek. Jéha. Ó, az Isten áldja meg. Fű, basszus, a pályán tartani hallod? Igen. Ilyen tempónál. Jaj! Nem tudom, hogy ez most a négy kerékből adódik-e, de nagyon nehéz. Hát a négy kerék, maga a súlya az autónak, meg a teljesítmény, ami rajta van szerintem. Tehát ezzel nem kalkuláltam én sem. Gyerünk már! Isten. Oh! Hát igen, nem egy Forma 1-es botok vannak itt azért. Mire gondolsz? Hát... Sok... Még agresszívabbak annál is. Szóval, hogy itt... Hát, de itt olyan szempontból mindegy, hogy ez az autó, ha törne is, akkor se veszítenél akkora nagy tapadást és leszorító erőt, mint egy open wheel kerekekkel ellátott autóval. Na, mi történt? Nem tudom, volt valami bukkanó, aztán annyira megdobta az autót, hogy teljesen elment mindenhova. Szerintem még meg már a túlzott leszorító erő, vagy nem tudom, játszott közre. Első kereken kellett volna hagyni ezt az autót. Na nem baj. Nem, ez valahogy egy ilyen igazi fiaskorz a kocsi, srácok. Tehát ez... Nem is gondoltam volna, pedig első keréken, jó, mondjuk az első keréken, nem tudom mi a különbség, mi lehet a különbség, mert ugye alapból a tiéd is első kerekes. Ja. Ugye, úgy tudom, igen. És abból lett összkerekes, szóval hogy elvileg hatalmas különbség nem kijönni az autók között. Na mindegy, egyébként így utolsó versenyen már sokkal jobban irányító volt, de hát ez leszorító erő nélkül, meg kanyar stabilizáció nélkül azért ez tényleg egy vállalhatatlan autó, mert így már jó volt, csak ott az a bukkanó nagyon megdobta megint. Uh-huh. Nem, de szép volt Patrick, jót mentünk egyébként. Ja, hát nem, én nem, de te látom, hogy te élted az autót, nem? Ja, nem volt rossz. Hát nekem is nyilván a kanyarokban volt kicsit rossz, de hát majd következőre én se ilyen beállítást használok, azt akkor majd igazi verseny lesz. Hát ez igazi verseny volt így is, csak én nem szoktam leszedni ilyen automatikus dolgokat. Hát figyelj, én havonta egyszer játszok, tehát annyira én nem szoktam belemenni abba, hogy tuningoljak, de majd következőre. De én sem most mentem be, éltem be először, azért mondom, mert ezt mondom, hogy kormánynál, srácok, kijön minden apróság az autóval. Kontrolleren baromira nem. Kontrolleren, jó, berakom nyersen mindent, azt akkor picike kis hüvelykúj, balra-jobbra mozgatás, és már el is intézted azt a kis izét. Itt meg egyszerűen ég és föld, nagyon durva. Na mindegy, srácok, reméljük, hogy ezt élveztétek.
Patrick. Yeah, hogyha tetszett, egy like-ot nyomjatok, jók legyetek, szevasztok! Yeah, jöhet az out! As I sober, I run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling.